Jó estét kívánok! A következőt szeretném önöknek ma este, mint egy bemelegítő csemegét elmondani. Van egy Saul Perlmutter nevű fiatalember, ha beütjük a nevét a Google keresőjébe, akkor egy mosolygó, vidám fiatalember találunk a képen, egy távcső mögött van elhelyezve. Ez a fiatalember 2006-ban megkapta a csillagászoknak járó legmagasabb díjat, a sódíjat, amit lehetett neki adni, 2011-ben pedig a fizikai Nobel-díjat. És mind a két kitüntetését azért kapta, mert bizonyítékot talált arra, hogy a világegyetem az egyáltalán nem olyan, mint amilyennek mi gondoltuk, nem csak tágul, hanem ráadásul gyorsulva tágul, ami egyébként lehetetlen. És ebből következik néhány kellemetlen igazság. Először is például az, hogyha az ősrobbanás elmúlt, akkor kell lennie egy másik erőnek is, ami tolja a csillagokat, és ami erősebb, mint a gravitáció, de az égvilágon semmit nem tudunk róla. Sőt, nem csak erről a titokzatos sötét erőről nem tudunk semmit, hanem Perlmutter méréseiből vagy felfedezéséből az is következik, hogy amit Kopernikus, Kepler, Galilei, Einstein, Newton és Einstein óta eddig felépítettünk a világegyetemmel kapcsolatban, mint magyarázó modellt, az a világegyetemnek mindössze 4%-ára vonatkozik. Úgyhogy jó borzongást kívánok, ma esti vendégem Rigó István, matematikus, szeretettel üdvözlöm. Jó estét kívánok! Rigó úr, akkor kezdjük el a Kályha saroktól. Rendben. Ugye ez a Saul Perlmutter azért kapta tulajdonképpen a Nobel-díjat, mert szupernova méréseket sikerült csinálni, azt hiszem összesen két mérésről van szó, ők és a rivális csoport mérték meg a szupernovák távolságait. Miért kell a szupernovákat megmérni, miért hasznos ez nekünk, és miért a szupernovákat? Hát igen, a dolog onnan indul, hogy ha szabad, akkor tényleg a KH-tól indulnom, hogy valamikor a múlt század 30-as éveiben kiderült, hogy a világegyetem tágul. Egy amerikai csillagász, aki a világ legnagyobb távcsőjével... A Hubble, ugye? Ő a Hubble, igen, akiről aztán utána az űrteleszkópot is elnevezték. A világ legnagyobb távcsőjével tudott észleléseket végezni, és azt vette a fejébe, hogy azokat az érdekes famasokat, amelyeket a csillagászok nem nagyon tudtak hová tenni, azokat megvizsgálja, hogy azok pontosan micsodák. Tulajdonképpen ezek galaxisok voltak, mint utólag kiderült, de kezdetben még ez nem volt teljesen nyilvánvaló. Vita is folyt ezzel kapcsolatban, és amikor kiderült, hogy ezek valójában olyan csillagszigetek, mint ami tejutunk, amivel több százmilliárd csillag van benne, csak ezek azért látszanak olyan picinek, mert nagyon távol vannak, akkor azzal is elkezdett foglalkozni, hogy ezek vajon milyen távol vannak. És nem csak a távolságokat próbálta meghatározni, hanem azt is megnézte, hogy milyen sebességgel haladnak, hozzánk felén közelednek, vagy pedig tőlünk távolodnak-e. És ez volt az a bizonyos vörös eltolódás, ugye ez a Doppler effektusra alapuló színkép elemzésből kihozott dolog, hogy tágul a világegyetem. Így van. Hogyha valami hozzánk közeledik, vagy tőlünk távolodik, és tudjuk, hogy milyen frekvenciájú dolgot bocsájt ki, mondjuk a fény esetében, de mondjuk ez hanghullámokra is fontosan igaz. És észrevesztük, hogy ez a frekvencia ez nem az, amit várunk, hanem ennél sűrűbben jön, akkor az közeledni fog felénk az a fényforrás. Ez a motorbicikli, ugye változik a hangja, amikor közeledik. Elmegy mellettünk a szirénázó rendőrautó. Emelkedik, süllyed a hangja, igen. Így van. Akkor összetolja a hanghullámokat. Igen. Ez világos. Igen, és hogyha távolodik tőlünk, akkor pedig a vörös felé eltolódnak a fényhullámok. És ezek eltolódtak, és nagyon érdekes volt, hogy eleinte csak azt vette észre, hogy amikor 20 ilyen galaxisnak megmérte
a távolodási sebességét, akkor ebből kettőt vagy hármat talált, amely közeledik, az összes többi távolodott, ez szöget ütött a fejébe, és utána elkezdte megmérni a távolságokat, ami a nehezebb feladat volt egyébként, a galaxisok távolságát megmérni, de ez valahogyan neki szintén sikerült, és azt vette észre, hogy minél távolabb van egy galaxis, annál nagyobb sebességgel távolodik tőlünk. Ez egy nagyon-nagyon érdekes eredmény volt. Jó, tehát ezt most ugye még József Attila is írja, hogy a táguló űrben lengve az emberiség jövőjének nekivág. Ezt még valahogy fölfogtam. Én annyit értettem meg belőle, hogy ezelőtt 14 milliárd évvel valami fölrobbant, ez volt a világteremtése, a nagy bum. Azóta repül szerte széjjel a világ. Mindenki elfelé távolodik a másiktól. Igen. Na most, a probléma a következő, és ezt nem értem. Ha kilövök egy ágyúgolyót, az egy idő után leesik. Igen. A nagy bum olyan, mint egy ágyú, ami egyszer eldördült, és kilőtt minket. Hát le kéne lassulnunk, amíg a gravitáció húzza vissza az anyagot. Hogyan lehetséges az, hogy nem lassulunk, hanem a világegyetem gyorsulva tágul? Hát kezdetben, igen. Most egy picit ugrottunk, tulajdonképpen... Jó, még vissza a szupernovákat. A szupernovákkal tudta Perlmutter bebizonyítani, ugye? Igen. Tulajdonképpen miután kiderült, hogy a világegyetem tágul, azután, hát ismerve azt, hogy a gravitáció, mint vonzerőt kifejtő együtthatás, vagy kölcsönhatás, ez valószínűleg ezt a tágulási sebességet csökkenti az idővel, és amikor Einstein felírta a gravitációs egyenleteit, vagy egyébként Newton egyenleteivel pontosan ugyanúgy le lehetne ezeket a dolgokat vezetni, csak senkinek nem jutott eszébe a világegyetemre vonatkozólag, akkor azokból az egyenletekből is az jött ki, hogy hát az a fajta mozgás, amit most esetleg látunk, annak nem szabad állandóan ugyanúgy kinéznie, hanem ennek változnia kell, ennek a mozgásnak. Tulajdonképpen, amikor Einstein először ezt megcsinálta, akkor még nem volt köztudott, akkor még Hubble nem fedezte fel, hogy a világegyetem tágul, és Einstein elszalasztott egy rendkívül fontos alkalmat arra, hogy hát nagyobb hírnevet szerezzen annál, mint amit egyébként szerzett, mert megjósolhatta volna azt, hogy a világegyetem az mozgásban van. Előzőleg a statikus világegyetemben gondolkodott minden csillagász. Belenéztek a távcsövekbe, nézték a csillagokat, nem nagyon mozdultak, ezek a csillagok látszólag oda voltak szögezve a helyükre, vagy ha picikét mozogtak, hát az sem volt olyan nagyon nagy. És meg voltak győződve arról, hogy tulajdonképpen az időben állandó az egész világegyetem, hogyha egy milliárd évvel később nézzünk fel az égre, akkor nagyjából ugyanazt fogjuk látni, mint most. Legfeljebb picikét arrébb mentek a csillagok, de ugyanannyi csillagot fogunk látni. És hát az egyenleteiből viszont az pottyant ki Einsteinnek, hogy ez nem nagyon lehet statikus világegyetemről beszélni. Viszont, hogy hát akkor bevezetett egy kozmológiai állandót, amit aztán utána később kénytelen volt visszavonni, de ez majd megint csak része lesz a beszélgetésünknek remélhetőleg. Mert ez a 0,98? Ez a 0,7. 0,7. Ez a 0,7, igen. És aztán utána, amikor megismerkedett Hubble-nek a felfedezésével, hogy tágul a világegyetem, akkor azt mondta, hogy a kozmológiai állandóra nincs szükség, mert ő azt azért tette bele az egyenleteibe, hogy egy statikus világegyetemet le tudjon vele írni. Kiderült, hogy a világegyetem nem statikus. Igen, egy más dolog viszont kiderült az egyenleteiből. Az derült ki, hogy ha most ugyan távolodnak is egymástól a galaxisok, de a gravitáció következtében ennek a sebességnek csökkennie kell. Már csak az a kérdés, hogy milyen mértékig csökken a sebesség. Ha veszik az ágyúgolyó hasonlatot, kilövök az ágyúval az égre, akkor az ágyúgolyó visszapottyan. Feltéve, hogyha nem lőttem azzal az ágyúval túlságosan nagy sebességgel az égre. Mert hogyha nagyon nagy sebességgel kilövöm az ágyúgolyót, akkor nem fog visszapottyanni a földre. Nem kirepül a világűrbe? Akkor kirepül. Van egy szökési sebesség. Igen, jó. Igen, amit az űrhajóknak, rakétákat kilövünk, akkor az űrhajóknak ezt el kell érni, és amikor elérik, akkor kikapcsolhatják a hajtóművüket, és akkor onnantól kezdve elhagyják a földet. Na, éppen ez az, hogy a hajtómű,
Hát a rakétának van egy hajtóműve, ami folyamatosan ad neki energiát, hogy tudjon gyorsulni és kirepülni. Az ágyúgolyó az kezdetben kapott egy lökést, ha az elég nagy, hogy legyőzze a gravitációt, akkor tényleg kirepül a világűrbe, de úgy gondolom, hogy hát előbb-utóbb csak ott is csak le kell lassulnia, aztán potty vissza. Igen, a rakétának azért van hajtóműve, mert ha ágyúszerűen lőnénk, akkor szegény űrhajósok nem élnék túl, úgyhogy meg a műszerek is rapítjára törnének, úgyhogy ezért valami szelidebb módszert kell kitalálni, de gyakorlatilag ugyanaz történik, hogyha kikapcsoljuk a hajtóművet, és még nem érte el a szökési sebességet az űrhajó, akkor vissza fog pottyanni a földre. Igen. Ha elérte a szökési sebességet, akkor mondjuk két dolog történt, az egyik az, hogy földkörüli pályára sikerül állítani, de hogyha mondjuk megcélzünk fel egy csillagot, akkor az is előfordulhat, hogy a megfelelő szökési sebességgel ugye a csillag felé elindítjuk, akkor az állandóan távolodni fog a földtől, soha nem fog visszapottyanni a földre. Most kérdés, hiszen én nekem az univerzummal kapcsolatban a következő kérdésem van, ezt sem magamtól tudom, nem magamtól vagyok ilyen okos, hogy egy ideig talán azt hittük, hogy ez a teremtés, ez a nagy bum, ez nem a világot hozta létre, hanem csak a sok-sok-sok teremtés egyike. Ugyanis, amikor szétdobja a nagy bum, ami nem tudjuk, hogy miért robbant föl, de valamiért fölrobbantott, anyag, antianyag, valami fölrobbant, az anyagot, az lassul-lassul-lassul a sok csillagrendszer, aztán csak megállnak, és akkor elkezdenek visszapottyanni. És visszazuhannak, és megint összegyúródik, és megint fölrobban. És akkor így fölle. És hát valami ilyesmit olvastam, hogy 14 milliárd év múlva fog ez a dolog bekövetkezni, de most ezt az egészet megkontrasztálja a Saul Perlmutter, mert ez meg azt állítja, hogy ez nem fog visszajönni soha. Igen, ez egy nagyon érdekes eredmény volt, mert mindaddig, amíg ez az eredmény nem született meg, addig tulajdonképpen a világegyetem sorsát illetően kétségeink voltak. Nem tudtuk azt, hogy ha beszéltek a csillagászok nevében, bár én csak matematikus vagyok, tehát nem tudtuk azt, ezt hogy... Ezt hogy csak matematikus, mert az előbb is kiderült, hogy a matematikusok mindent korábban megtudtak a csillagászok, csak a Hubble utána fedezte fel, amit az Einstein már leírt az egyenleteibe. Hát igen, a matematika, ha kitérhetünk erre, azt tulajdonképpen megpróbálja előkészíteni, bár valójában meg se próbálja előkészíteni, hanem egyszerűen foglalkozik azokkal a kérdésekkel, ami a matematikusokat érdekli, és hát egy isteni szerencse, hogy a fizikusok ezt tudják használni. Na akkor tessék most erre kitérőképpen válaszolni, amiről már beszélgettünk a büfével az előbb, hogy nekem azt mondják a fizikus, meg matematikus ismerőseim, hogy Isten bizonyíték súlyú az, hogy a matematika meg a fizika összetalálkoznak. A matematika az egy ember által létrehozott spekulatív logikai rendszer. Hogyan lehetséges, hogy ennek az egyenletei leírják a világegyetem működését? Hát én is gondolkoztam már ezen, és nem biztos, hogy jó választ fogok tudni adni. Azt el tudom mondani, hogy én hogy gondolok erre. Valószínűleg arról van szó, hogy a fizikusoknak szükségük volt valami olyan rendszerre, amely rendszer az ellentmondásmentes, és hogyha valamilyen rendszerre leképezik a saját problémáikat egy ellentmondásmentes rendszerre, akkor abban a rendszerben esetleg valamilyen megoldást is tudnak a rendszer eszközeivel találni. Ez végül is, hogy ez miért a matematika lett, az azért nagyjából sejthető, de lehetett volna ez bármi más is, hogyha valamiféle logikus és önmagában egésznek tűnő rendszert valahogyan valamilyen más eszközökkel felépítünk, bár lehet, hogyha ez sikerül, akkor azt is matematikának fogjuk nevezni. De minden esetre, hogyha valamilyen ilyen rendszert sikerül felépíteni, és valaki a problémáját egy ilyen rendszerbe leképezi, akkor egy nagyobb valószínűs, vagy nagyobb eséllyel számíthat arra, hogy ebben a rendszerben a saját eszközökkel ezt a problémát meg fogja tudni oldani. Szóval az Isten matematikus volt. Hát igen, sok fizikus így fogalmaz, igen, Isten valószínűleg matematikus volt. Sőt, tulajdonképpen matematikusok is szeretnek így fogalmazni. Erdős Pali bácsi, világhírű magyar matematikus mondta egyszer, hogy hát létezik egy nagykönyv, Isten nagykönyve,
és tulajdonképpen amivel az összes matematikai tétel elegáns bizonyítása benne van, és hát a matematikusoknak az a feladatuk, hogy ez a könyv sajnos elveszett. Most írjuk újra. És az a feladat, hogy ezeket szépen lapról lapra újra írjuk, igen, ez a matematikusok feladata. Igen, ez egy döbbenetes és elképesztő dolog, ugye azt mondtam önnek, hogy olyan rendszer a matematika, amiben vannak bizonyos szabályok, amiben megegyezünk. Nullával nem osztunk, stb. Amint a sakk. A sakkban megegyezünk, hogy a futó keresztben, vagy a bástya egyenesen, a ló meg lóugrásban. Most ez csak kiderül, hogy a növények mondjuk lóugrás szerint nőnek. Ez körülbelül ilyen ez az élmény, amiről most beszélünk. Hát tulajdonképpen nem légből kapott szabályokat talál ki a matematika. De a matematika valamikor a geometriából indult ki. És olyan absztrakt fogalmakból, mint pont, meg egyenes, meg sík, meg háromszögek, és szögek, és hasonlóság, és így tovább. És ezt nem csak úgy kitaláltak a matematikusok, hanem az életből esték el. Tehát akkor, amikor a porban húzunk egy vonalat egy bottal, akkor az tulajdonképpen, hogyha eléggé egyenesre sikerül, akkor azt mondhatjuk, hogy hát ez egy egyenes, és hát ezt a fogalmat azt próbálták valamilyen szinten absztrahálni, és azt mondani, hogy hát akkor most vizsgáljuk meg azt, hogy ha ez tényleg egy ideális egyenes lenne, akkor vajon hogyan viselkednének a milyen törvényszerűségeket tudunk mondani a háromszögekre, például rájöttek arra, hogy a háromszögek szögeinek az összege az 180 fok, az pontosan két derékszöggel egyenlő, ez például egy törvényszerűség volt. Ez is egyébként téma lehet, hogyha sikerül eljutni odájuk, hogy mi is a sötét energia, akkor... Örömmel beszélek majd a háromszögekről, de tényleg mondjuk visszatérve értem a köszönöm a helyreigazítást. Tehát ugye ott tartottunk, hogy ennek a két csillagász csoportnak, amelyik küzdöttek a világegyetem titkainak megfejtéséért, az volt a célja, hogy megmérjék a szupernovák távolságát. Annyit még megértettem, van itt egy könyv, az a 4% univerzum, ebből vagyok én ilyen okos, igen. Ami mondjuk ennek a 4%-át, ha megértettem, tehát a könyv állítása ugye az, hogy a világegyetemnek mindössze a 4%-át tudjuk megismerni azokkal az eszközökkel, amelyek rendelkezésünkre állnak, hogy azért kellett állítólag a szupernovákat venni, mert a galaxisokat nem tudták pontosan megmérni, tehát a szupernovák voltak azok a stabil gyertyák, amik lehetővé tették a világegyetem tágulási sebességének a megmérését? Pontosan így van. Tulajdonképpen, amikor ahonnan elkalandoztam, és hajlamos vagyok elkalandozni. De nagyon örülök igen. Neki. Tulajdonképpen az Einsteinnek az egyenletei két lehetőséget vázoltak fel. Az egyik az, hogy vagy visszaesik a labda, vagy az ágyugolyó, tehát a galaxisok távolodási sebessége összevetve azzal, hogy mennyi anyag van a világegyetem, milyen sűrűn van a világegyetem az anyag, az vajon nagyobb-e annál, mint amilyen mértékig vonza vissza az anyag ezeket a galaxisokat, tulajdonképpen az összes többi galaxis azt az egyet, amit éppen esetleg kinéztünk, vagy pedig ez a sebesség kisebb. Hogyha nagyobb a sebesség, akkor nem fog soha sem visszaesni a labda, akkor ez azt jelenti, hogy örökké tágulni fog a világegyetem. Ha pedig kisebb a sebesség, akkor egyszer csak megáll a tágulás, visszafordul, és elkövetkezik a nagy recs, a nagy bumnak az ellentéte, amikor, ki tudja, hogy mikor. Hát a jelenlegi, ugye most úgy gondoljuk a legfrissebb kutatási eredmények alapján, hogy a 13,8 milliárd évvel ezelőtt történt a nagy robbanás, az ősrobbanás. És azért a galaxisok tágulási sebesség, hogyha eltekintünk attól, hogy most felfedezték a sötét anyagot, tehát annélkül is a galaxisok távolási sebessége olyan nagynak tűnt, hogy ezek a visszafordulását körülbelül 100 milliárd év múlva lehetett volna várni, ami azt jelenti, hogy egy újabb 100 milliárd, vagy 113,8 milliárd év kell ahhoz, hogy újra minden egyetlen egy pontba, vagy közel egy pontba újra összesűrűsödjön, és megtörténjen a nagy rest. Tehát elég sok időnk van arra, hogy ezt a kérdést megbeszéljük. De mint kiderült, valószínűleg még több időnk van, mert úgy tűnik, hogy nem fog, még akkor sem fog megtörténni ez a visszafordulás, hogyha elég sok anyag van a világegyetemben. Ezt igazolták ők ezekkel a szupernova mérésekkel. Igen.
azt mondták, hogy kétféleképpen lehet a végére járni annak, hogy vajon megfordul-e ez a tágulás. Az egyik az, hogy megmérjük, hogy mennyi anyag van, milyen sűrűn található anyag a világegyetemben. Hány kiló a világegyetem, igen? Igen, hogyha végtelen nagy, akkor hát igazából azt nézzük meg, hogy milyen sűrűn van. Mert ha végtelen nagy, akkor is végtelen a tömege, hogyha elég ritka. És hát nem kell túlságosan sűrűnek lennie, gyakorlatilag a kritikus tömeg az körülbelül úgy néz ki, hogy köbméterenként egy hidrogénatomnak kell lennie a világegyetemben, és hogyha ennél több van, akkor megfordul a tágulás, hogyha ennél kevesebb van, akkor örökké tágulni fog. Hát ezt szerették volna megmérni. És azt mondták, hogy ha elég messzire elnézünk a világegyetemben, és találunk olyan standard gyertyákat, amiknek a fényét tudjuk, hogy milyen erősek, és azt is megnézzük, hogy milyen távol vannak, mert azt is megnézzük, hogy milyen, abból tudunk következtetni arra, hogy milyen távol vannak, és ugye azt is meg tudjuk állapítani, milyen gyorsan távolodnak, akkor ebből következtetést tudunk arra levonni, hogy mi lesz a világegyetemnek a sorsa. Tulajdonképpen ez érdekelte őket, és ezért kezdtek el standard gyertyákkal foglalkozni, amik a szupernovák, amik rendkívül izgalmas témája az is a csillagászatnak, az egyár típusú szupernovák. Ezek a felrobbanó, ugye? Ezek a felrobbanó csillagok, igen. Igen. Sokféleképpen fel tudnak robbanni a csillagok, de van egyfajta felrobbanás, amelyik mindig ugyanannál a tömegnél történik. Ha különböző, egy nagyobb csillag nagyobbat robban, egy kisebbet robban, tehát ez nem nagyon lehet megmondani, így főleg, hogyha már felrobbant egy csillag, hogy ez mekkora tömeg volt, úgyhogy ezek nem nagyon tudunk ezzel mit kezdeni. De olyan speciális eset, amikor pont ugyanakkor átrobbannak ezek a csillagok. És hogyha ezeket csak egy gond van vele, ezek nagyon ritkán történnek meg. És ez volt a nehézség. Ez volt a nehézség ebben az egészben. És versenyt futott ugye egymással, rendkívül izgalmas egyébként ennek a könyvbennek a leírása, versenyt futott egymással két tudós csoport. Így van. Rivalizáltak. Igen. Ez egy nagy szerencséje volt egyébként ennek a történetnek, mert hogyha csak egy csoport jutott volna erre a megdöbbentő felfedezésre, hogy a várakozással, tehát végülis nem azt találták, hogy azt várták, hogy azt mondják, na, egy kicsit csökken csak a galaxisok sebessége, ezért valószínűleg ezért nem fog megfordulni, vagy nagyon csökken, ezért meg fog fordulni. És ezzel szemben mit találtak? Ezzel szemben azt találták, hogy a galaxisok sebessége nem hogy csökken az idővel, hanem egyre nő. Tehát egyre gyorsabb a tágulás, mint hogyha a gravitáció erővel szemben lenne valami még annál is nagyobb erő, amelyik a gravitációt ellensúlyozza, és egymástól elrepíti a galaxisokat. Na, erre mondtam, hogy lehet borzongani, mi ez az erő? Tudunk róla valamit? Kevés dolgot tudunk róla, őszintén szólva. Két lehetőség felmerült az erővel kapcsolatban. Az egyik lehetőség az volt, hogy Einsteinnek az a kozmológiai állandója, amit a statikus világegyetem kedvéért bevezetett az egyenleteibe, és aztán később kihagyott belőle, mondván, hogy ez egy butaság volt, azt mégis csak komolyan kell venni, és vissza kell hozni az egyenletet. Ez a lambda? Ez a lambda tényező, aha. Igen. Ez a lambda tényező, így van. Erre mondta valaki azt, hogy Einstein azt állította, hogy akkor működnek az egyetemei egyenletei, ha van Isten. Einstein már nem mondott ilyen szamárságot, viszont bevezetett egy lambdát, ami körülbelül pont ugyanezt jelenti. Hát igen, ez egy nagyon érdekes dolog volt. Végül is ugye Einstein találta ki az egyenleteket, ezért ez egy szíve joga volt ezt megváltoztatni, de úgy változtatta meg, hogy az egyenleteinek a lényege ne változzon meg. Gyakorlatilag rájött arra, hogy egy konstans tagot minden további nélkül belevehet az egyenletbe, anélkül, hogy azok a jóslatok, amiket egyébként előzőleg megtett, és amelyeknek az igazolásával kiderült, hogy ez egy nagyon jó egyenlet, mert rengeteg jó tudományos hipotézist fel lehet állítani, amik csodálatosak, gyönyörűek, fantasztikusak, csak hogyha nem igazolja vissza a természeteteket, a hipotéziseket, akkor ki kell dobni őket a kukába. Kedves hallgatóink, Rigó István matematikusról beszélgetünk, a sötét erőről és a sötét anyagról. Ne menjenek sehova, híreket mondunk, mert utána még borzasztóbb dolgok fognak kiderülni. Rigó István matematikussal beszélgetünk arról a sötét erőről, amelyik a világegyetemet tolja, és ami a világegyetem
tágulásának, a gyorsulását okozza, mert ezt ugye nem lehet pusztán az ősrobbanásra visszavezetni. És azt kérdeztem tőle a hírek előtt, hogy hát mit tudunk erről. Az egyik válasz úgy hangzott, hogy a Einstein egyenleteiben van egy lambda nevű görög betű, az ezt megmagyarázza, de van egy másik is. Igen, igen. Hát jobban szeretik használni fizikusok a sötét energia elnevezést, a sötét erő, az maradjon a csillagok háborúja, fogalomkörben. A másik pedig, ez a lambda, ez egy konstans érték, ez az időben nem változik. És volt egy másik lehetőség, hogy lehetséges, hogy ez egy időben változó valami, ami ezt a taszító erőt kifejti, és amennyiben ezt akkor quintesszenciának nevezték el valamilyen oknál fogva, és amennyiben ez beigazolódik, akkor mégsem a lambdáról van szó, hanem valami másról, de a legújabb kutatási eredmények azt igazolják, hogy ez mégis csak a lambda. 98% valószínűséggel lambdáról van szó. Jó, ebből én most egy nyikot nem értettem, de nem is fogok, viszont kérdezek valami mást. De köszönöm szépen. Ez a másik a sötét anyag. Tehát egyszer ugye van nekünk ez a láthatatlan, titokzatos sötét energiánk, a másik ez a sötét anyag. És erről a sötét anyagról én itt fölírtam magamnak azt, hogy onnan gyanakodtak rá, hogy van a világban egy olyan anyag, amiről nem tudunk, hogy föltűnt, hogy a galaxisok laposak. Laposak olyanok, mint egy sík korong. Holott olyanoknak kellene lenni ők, mint egy gömb, ha a gravitáció őket behúzza. Talán azért laposak, mert felülről meg alulról őket valami nyomja. És így kilapultak. És ezt a valamit elnevezték halónak, és ennek alapján most mondok egy-két szörnyű adatot. Azt írja itt nekem az internet, hogy a Hubble űrtávcső 5 év alatt begyűjtött adatai alapján az Andromeda ködöt övező haló mérete 6-szor, tömege pedig 1000-szer akkora lehet, mint amit egyáltalán gondoltak. Ez egy óriási, diffúz, forró gázból álló, nem tudom micsoda, egy haló, sokkal nagyobb, mint a galaxis maga, ha látnánk, akkora volna, mint a telihold 100-szor. És tessék elképzelni, hogy a Andromeda köd, ami 2,5 millió fényévre van tőlünk, az a tejútrendszer ikes testvérének tekinthető, és hogyha ezeket a halókat megvizsgáljuk és megnézzük, akkor az derül ki belőle, hogy a két haló már akár érintkezhet is, és 4 milliárd év múlva össze fogunk ütközni az Andromeda köddel, mert a tejútrendszer is össze fogunk olvadni. Na most ebből nekem az jön ki, hogy mintha lenne egy olyan anyag, tehát nem egy sugárzás, nem egy energia, egy titokzatos valami, hanem egy anyag, ami körülveszi a csillagrendszereket, és súlyként rájuk nehezedik, és nagyobb náluk? Igen. Mindenféleképpen van valami, ami körbeveszi a galaxisokat. Ez kiderült. A galaxisoknak a lapos formája egyébként nem abból származik, hogy valami összenyomja a szegényeket, hanem abból, hogy a forgó testek azok hajlamosak arra, hogy laposabbá váljanak, és hogyha nem forognának a galaxisok, akkor összezuhannának egy pontba, ezért nekik muszáj forogni, és ha már forognak, akkor természetes módon felvesznek egy lapos korongot. A Föld is forog. Föld is forog, és belapul az észak és a déli sarkokon. Egy picikét belapul, nem olyan nagyon, nem olyan látványos, mint egy galaxis, de hát sokkal sűrűbb a Föld, ott a gravitáció sokkal erősebben tudhatni. Egy nagyon laza szerkezetű valami esetében a forgás az sokkal jobban el tudja torzítani az anyagot. Olyan vizsgálatokat végeztek, ezzel együtt nem teljesen természetes, hogy így néznek ki a galaxisok. Végeztek olyan vizsgálatokat, hogy olyan mennyire stabilan tudják megtartani a csillagok a pályáikat, hogyha ilyen korongba rendeződnek el, és kiderült, hogy hát néhány forgás után ez azért széteshet elég könnyen, feltéve, hogyha nem ágyazzuk be a galaxist valami sokkal nagyobb dologba, és ez az a haló, amiről szót ejtett az előbb. Az, hogy ez a haló pontosan miből áll, az is sokáig kérdés volt. Amit látunk belőle, az kétségtelenül olyan anyag, amiből mi is vagyunk, vagy amiből a csillagok vannak. De látjuk? Vagy csak halljuk a rádió teleszkópjainkat? Ennek egy részét mindenféleképpen látjuk.
már régebben is láttuk, mert nagyon érdekes, hogy a galaxisokat gömbhalmazok veszik körül, amelyek olyan csillagcsoportosulások, amelyek nagyon-nagyon sűrűn vannak egy bizonyos térnek egy bizonyos részén, és hát gömbalakúnak néznek ki, bár a Földön... Ez a közepe a galaxisnak, ugye? A Földön, nem, ezek a gömbhalmazók, ezek a galaxistól távol helyezkednek el, de érdekes módon maguk is gömbalakban vannak a galaxis körül, és az első ilyen mérések, hogy ezek hogy is helyezkednek el a mi galaxison körül, mutatták meg azt, hogy hol van a galaxisnak a középpontja. Tehát ha megmértük ezeknek a gömbhalmazoknak a helyét és a távolságát, akkor észrevettük, hogy egy gömbön helyezkednek el, de nem mi vagyunk a gömb középpontjában, hanem a gömb középpontja az tőlünk 30 ezer fényével arrébb van. Úgyhogy ebből arra következtettek a csillagászok valamikor múlt század 30-as éveiben, hogy hát 30 ezer fényévre vagyunk a galaxisnak a középpontjától. Miközben, amikor felnézünk az égre, és végignézzük a tejutat, akkor úgy tűnik, hogy a tejut az mindenhol nagyjából ugyanolyan sűrű. Tehát ez azt jelenti, hogy ezeknek gravitációs erejük van, ezeknek a dolgoknak, amik minket itt körülvesznek? Igen, kétségtelen. Tehát ilyen kopogtatni lehet. Így van, tehát elég sok ilyen anyag körbeveszi a galaxisokat. Ezeket de ezek nem feltétlenül csillagformájában. Tehát valamikor csillagformában vannak, és akkor ilyen gömbökbe összegyűlnek, és ezek a gömbhalmazok. És van, amikor egyszerűen csak hidrogéngáz formájában veszik körül a galaxist, és még nem álltak össze csillagokká, mert nem volt semmi olyan körülmény, ami arra kényszerítette volna őket, hogy elkezdjenek összetömörülni. És hát ennek az anyagnak a sűrűsége és a távolsága, ez az, amiről most hallhattunk ebből a felolvasásból, ez egy nagyon érdekes anyag, mert ki tudja, hogy miért, ennek a gáznak a hőmérséklete 100 millió fok. A világűrben. A világűrben egy elképesztően magas hőmérsékletű gázról van szó. Nem ismert a mechanizmus, hogy mi az, ami felmelegíti ezt a gázt. Valamilyen mechanizmus biztosan van, ami melegíti. És a gáz ebben a nagyon magas hőmérsékleti állapotában röntgensugárzást ad ki magából, amit a Földről nem látunk. Úgyhogy erről nagyon sokáig nem vettek tudomást a csillagászok, egészen addig, amíg olyan távcsöveket nem tudtak az égbe felküldeni, mert a röntgensugarakra érzékenyek, és ezeknek a méréseiből derült ki, hogy létezik ez az anyag, ez körbeveszi a galaxisok, a galaxis halmazokat veszi körül, mert a galaxisok azok hajlamosak halmazokba tömörülni, és egy-egy ilyen galaxis halmazban van mondjuk 1000 galaxis, viszonylag kis helyre összezsúfolva, és ez a hidrogén gáz felhő, ez ezt az 1000 galaxist, ezt teljesen körbeveszi. Tehát még annál is rosszabbul néz ki a dolog, mint amit itt hallottunk. Bár lehetséges, hogyha a sűrűséget külön nézzük, akkor esetleg a galaxisok körül sűrűbben vannak, de valójában jelen vannak a galaxis közti térben is. Akkor már megkérdezem azt is, hogyha már itt ilyen szörnyűségekről beszélünk, hogy ezeket ugye halljuk a rádióteleszkópjainkkal, hiszen ezek melegek, tehát kibocsátanak magukból. Igen. Na most, én azt olvastam, hogy bármerre belehallgatunk a világűrbe, akár messzire, akár közelre, akár felfelé, akár lefelé, a világegyetem sistereg, és mindenütt ugyanolyan. Igen, igen. Fokon sistereg, hát valószínűleg 3 Kelvin fokon. Ez a 20. század egyik nagy felfedezés a dobozos sör mellett, hogy a kozmikus háttérsugárzás. Gyakorlatilag ez volt az, ami eldöntötte azt a vitát, hogy a világegyetem az ténylegesen statikus világ. Még azután is voltak olyan elméletek, amelyek amellett kardoskodtak, hogy igaz ugyan, hogy a galaxisok távolodnak egymástól, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a világegyetem időről időre másképpen fog kinézni. Mert ugye, ha most kinézünk és látjuk, hogy milyen messze vannak a galaxisok, egy milliárd év múlva megnézzük, akkor már sokkal messzebb leszek, sokkal ritkábban lesznek, mert egy angol csillagász Fred Hoyle azt mondta, hogy ha feltételezzük, hogy 10 milliárd évenként
és köbméterenként egy hidrogénatom keletkezik a világűrben, akkor ez pontosan elég ahhoz, hogy a távolodást ellensúlyozza, vagyis az így keletkezett hidrogénatomokból új galaxisok keletkezzenek, amelyek betöltik azokat a helyeket, amiket a távolodó galaxisok hagytak maguk után. Tehát nem fog ritkulni a világ. Nem fog ritkulni, igaz? És azt mondta Fred Hoyle, és nagyon komolyan gondolta, és egyébként komoly szaktekintély volt, és évtizedekig kardoskodott emellett az elképzelése mellett, ami egészen sokáig úgy tűnt, hogy hát ez egy teljesen helytálló elképzelés. Igazándiból az első halálos döfést akkor kapta ez az elképzelés, amikor a kozmikus háttérsugárzást felfedezték. A kozmikus háttérsugárzás az egy nagyon-nagyon érdekes dolog, és pontosan erről van szó, akár merre nézünk, akár merre irányítjuk a rádióteleszkópot, mert egy rádiósugárzásról van szó, pontosan ugyanolyan intenzitással éri a rádióteleszkópot ez a sugárzás, tehát ez úgy tűnik, hogy nem a galaxisból jön, mert akkor a galaxis középpontjából jobban érne minket, nem is úgy tűnik, hogy más galaxisokból jön, mert akkor, hogyha egy olyan részére irányítjuk a rádióteleszkópot, ahol éppen nem látunk galaxist, onnan is érkezik. Ez valami nagyon-nagyon világű, nagyon-nagyon mélyéről érkező dolog, de ugyanakkor viszont nagyon könnyen megmagyarázható, hogyha feltételezzük, hogy az ősrobbanás megtörtént. Tehát van nekünk egy olyan valamink, amiben ugye nincs idő, nincs tér, végre megtaláltuk ezt a remek dolgot. Mindig azt mondják nekem fizikus barátaim, amikor azt kérdezem tőlük, hogy de mi volt az ősrobbanás előtt, hogy értsd meg, Szabolcs, az ősrobbanás előtt nem volt olyan, hogy mi volt. Nem volt olyan, hogy mikor, mert az időt az ősrobbanás hozta létre. Tehát akkor itt van ez a háttérsugárzás, amiben itt sisterek nekünk 3 Kelvin fokon, és nincs benne se idő és se tér. De akkor ezt hogy hozta létre az ősrobbanás? Tehát az ősrobbanás, amikor összenyomunk anyagot, akkor az felmelegszik. És ugyanez érvényes a galaxisokra is, vagy a csillagközi hidrogéngázra is. Igen, ezt mindenki tudja, aki kicsavart egyszer egy szódaszifon patront, hogy odafagy az ember keze, amikor kitágult. Hát igen, ott pont az ellenkezője történik, de mondjuk, hogyha felpumpál valaki egy biciklit, akkor megbeforrósodik a pumpa, akkor a pumpa forró lesz, így van. És hogyha megpróbáljuk visszafele leforgatni a filmet, és elképzeljük, hogy összetömörödik az anyag, és egyre kisebb és kisebb helyre kerül az összes anyag, ami jelenleg a belátható világegyetemet alkotja, akkor ez természetes módon egyre forróbb és forróbb lesz. Igaz, hogy olyan kicsi volt, mint egy gyufás doboz? Hát még annál is kisebb, attól függ, hogy nem tudjuk, de hogy... De minden benne volt, ez az asztal, a szék, én a csillagok, naprendszer, te jut, minden benne volt a gyufás dobozba? Igen. Akkor hát a jelenlegi elméletek arra utalnak, hogy jobb, hogyha megbarátkozunk azzal a gondolattal, hogy ez tényleg így volt, mert ez sok mindent megmagyaráz, hogyha ezt így képzeljük el. Tulajdonképpen ilyenkor csak annyit mondhatunk, hogy az általunk belátható világegyetemről tudunk valamit mondani, mert azt még most sem igazán tudjuk, hogy ez a világegyetem ez véges vagy végtelen. Lehet, hogy végtelen nagy, és hogyha végtelen nagy a mi univerzumunk, akkor már a keletkezés pillanatában végtelen nagynak kell lennie, mert hát egy végesből nem nagyon tud semmilyen fizikai folyamat. De ha tágul, akkor, hát akkor van határa, hát is, akkor, nem? Vagy? Hát van neki határa, akkor, illetve ezt inkább úgy mondanám, hogy csak nem látunk ki belőle esetleg? Én ezt inkább úgy mondanám, sokkal egyszerűbb úgy elmondani a dolgot, hogy tegyük fel, hogy véges a világegyetem. Ha véges a világegyetem, akkor kell, hogy határa legyen. Véges, de határtalan a világegyetem. Ezt hogyan kell elképzelni? Ezt úgy kell elképzelni, hogy akármeddig megyek, nem érek a peremére. Nem fogom tudni lelógatni ott a lábamat. Vagy nem érek el egy falhoz, amin nem tudok átmenni. Mégis hogy létezik ez? Ez úgy létezik, hogy mondjuk egy gömbfelületén, mint hogyha egy gömbfelületén sétálgatnék egy kis kétdimenziós kis lény. Ja, igen. És hát a gömb az egy vége. Ha elkezdeném kifesteni, akkor véges festéket felhasználva pirosra tudnám festeni az egész gömböt, és mégis, hogyha elindulok rajta, akkor soha nem érek a végére, mert mindig tudok tovább menni. Hát ezek olyan kérdések, amit az én köznapi agyam egyszerűen elképzelni se tud, mert hogyha véges a világegyetem,
ha véges a végtelen, akkor mi van rajta túlszóval? De ennél most egy egyszerűbbet kérdezek öntől. Azt tetszett mondani, hogy 13,5 milliárd évvel ezelőtt volt a nagy bum, fölrobbant valami, mi robbant föl? És mi volt azelőtt egy perccel? Hát igen, a jelenlegi ismerték alapján 13,8 milliárd évvel ezelőtt, plusz-minusz 20 millió év, tehát azért felhívnám a figyelmet, hogy ez elképesztően pontosan meg tudják most már mondani. Már nem azon vitatkoznak a fizikusok és a csillagászok, hogy egyáltalán történt-e ősrobbanás, hanem azon, hogy vajon 20 millió évvel korábban vagy későbben történt, mint ahogy ezt most kimérjük. Tehát ez egy elképesztő eredmény. Az, hogy előtte mi volt, azzal kapcsolatban nem igazán tudunk mit mondani, mert semmilyen módszerrel, legalábbis semmilyen ismert módszerrel nem tudunk visszatekinteni az ősrobbanás előtti időkre. Úgy tűnik, hogy az ősrobbanás az mindent elsöpört, bármi is volt előtte, annak nincsen semmilyen kihatása arra, hogy utána mi keletkezett. Tehát a tudomány azt mondja, hogy ez részére egy kívülálló valami, és ezzel azért nem foglalkozik, mert most még nem tud vele foglalkozni. Ezzel együtt azért a világegyetem, és akkor ilyenkor azt szokták mondani, hogy hát a tér és az idő és az anyag az gyakorlatilag egyszerre keletkezett, és azért nem beszélhetünk arról hagyományos értelem, hogy mi volt előtte, mert amikor keletkezett az idő, ugye, akkor előtte még idő se volt, tehát a folyamatokat nem lehet visszavezetni. Ezt Stephen Hawking egyszer úgy magyarázta meg, hogy tulajdonképpen, hogyha ezt úgy képzeljük el a világegyetemet, ahogy a Földet elképzeljük, hogy vannak rajta hosszúsági vonalak, amelyek ugye az északi és a déli sarkon találkoznak, és hogyha ugye a hosszúsági vonalak mentén megyünk, akkor úgy tűnik, mintha ott, ahol találkoznak, az egy különleges pontja lenne a Földnek, mert az a vonalak szempontjából egy szingularitásnak tűnik, bármit is jelent ez a szó, vagyis ahol egy pontban találkoznak, és az a pont az egy olyan pont, ami mindennek a kezdete, vagy mindennek a vége lehet, és soha senki nem kérdezi meg, hogy az északi sarkon túl északra mi van. Nincsen semmi. De nem ütközünk meg rajta. Ja, hogyha az északi sarkból kezdődik az északi, ugye az északi, és ott onnan indul az északi, és akkor előtte nyilván... Tehát ugyanígy nem nagyon tudjuk megkérdezni, hogy az idő kezdete előtt mi történt, mert ugye amikor jó, elkezdődött az idő, akkor... Az időt sikerült elvesztenem, de az anyag? Az anyag, igen. Mi robbant fel? A semmi robbant fel? Hát erre tudok olyan választ mondani, ami nem feltétlenül lesz közérthető, de azért elmondom. Ami eddig volt, az közérthető. Ja, Istenem! Kvantumfluktuáció, a kvantummechanika az a fizikának egy nagyon-nagyon érdekesága, és hát ezt is figyelembe kell venni akkor, amikor az egész világegyetemről gondolkodunk, nem csak a Einsteinnek a relativitás elméletét. A kvantummechanika azt mondja, hogy tulajdonképpen a vákum, tehát az a tér, ami minket körülvesz, az nem egy üres valami, ami egy üres és unalmas valami, mert nem történik semmi, hanem abban mindig történik valami, ami aztán utána újra megszűnik. Tehát úgynevezett virtuális részecskék keletkeznek a vákumban, és ezek a virtuális részecskék ezek utána megszűnnek. De nagyon érdekes, akár el is képzelhetjük a dolgot, hogy ez kimutathatatlan, és akkor bármit állíthat, de nagyon érdekes, hogy ezeknek a részecskéknek a keletkezése az mégis a kimutatható, és egyezik, a kísérleti eredmény egyezik a számolt értékkel. Ezek ténylegesen léteznek. Azok, hogy ezek keletkezhessenek, azok egy pillanatra energiát kell kölcsönvenni valahonnan. Az energia megmaradás törvénye az kisméretekben és rövid időn keresztül megsérülhet. Ez egy statisztikus törvénynek tűnik, ami nagyobb léptékekben és hosszú időn hogyha hosszú időt veszünk figyelembe, akkor érvényes, de kis méretekben megsérülhet. Valahonnan kölcsönveszik ezt az energiát, keletkezik egy elektron meg egy pozitron,
majd egy darabig léteznek, majd utána egyesülnek, és vissza az egyesüléskor keletkezett energiát visszaadják a vákumnak, amitől kölcsönvették, és ezzel a dolog el van intézve. És a Heisenberg-féle határozatlansági reláció azt mondja, hogy minél nagyobb energiát vesz kölcsön egy ilyen esemény, annál rövid ideig létezhet, mert ez a kettőnek a szorzat, ez valahogy a Planck állandónak kell, hogy legyen. A világegyetemre vonatkozólag azonban nagyon-nagyon érdekes megfigyelés történt. A világegyetemben vannak olyan dolgok, amelyek nem megmarad, amik megmaradnak. Ilyen az energia, ami megmarad, az impulzus megmarad, az impulzus momentum. Ha valamit forgatunk, akkor az mindig forog, hogyha megállítjuk, akkor mi kezdünk el forogni. Tehát a töltés megmaradás, tehát egy csomó olyan dolog van, ami megmarad. És úgy tűnik, hogy ha most a világegyetemben van energia, van anyag, ezek egymásba átalakulnak, de csak átalakulnak, eltűnni egyszerre nem tudnak. Van mondjuk impulzus, meg impulzus megmaradás, meg ilyesmi, akkor ezek hogyan keletkeztek. De hogyha ezeket szépen összeadogatjuk, akkor kiderül, hogy ez mind nulla. A világegyetem nem forog, tehát a világegyetemnek az impulzusa, az impulzus momentuma az nulla. Lehet, hogy a galaxisok forognak, de van olyan galaxis, ami jobbra forog, van, ami balra forog. Tehát semmiben létezünk. Igen, akkor ott van az impulzus. A világegyetem nagyjából egy helyben áll, hogyha valami elmegy jobbra, akkor van valami olyasmi, ami balra. Hogyha megnézzük a világegyetemnek a súlypontját, akkor az egy helyben áll. A legnagyobb problémát a töltés megmaradás is stimmel, ugyanannyi proton van, mint elektron, ezek szépen kioltják egymást, és az egész világegyetem töltés szerint semleges. A legnagyobb problémát az energia és az anyag jelenti. De Einstein, amikor felállította a relativitás elméletet, akkor azt mondta, hogy kérem szépen, van gravitációs energia. És akkor, amikor még Newton foglalkozott a gravitációs energiával, akkor ezt akárhova tehette a nullapontot. És azt mondjuk, hogy ha ezen az asztalon van a nullapont, és akkor lejjebb rakok valamit az asztalról, akkor ő nyert egy kis gravitációs energiát, hogyha feljebb rakom, akkor veszített gravitációs energiát. Einsteinnek az egyenletéből az következik, hogy a gravitációs energia nulla pontja végtelen távolságban van. Tehát minden, ami közelebb van, az negatív energiát. A gravitációs energia az egy negatív energiával járul hozzá az egész világegyetem energia készletéhez. És hogyha ezt kiszámoljuk, akkor nagyságrendileg úgy tűnik, hogy a világegyetemben található anyagnak a pozitív energiáját, meg a fotonoknak a pozitív energiát, a gravitációs energia pontosan kiegyenlíti. Úgyhogy még energiát se kellett kölcsön kérni, és ha nulla energiát kérek kölcsön a vákumból, akkor végtelen sokáig fennmaradhatok. Szóval szeretnék befejezésül még idézni önnek, meg magunknak egy rövid bekezdést egy olyan könyvben, amit nem akarom elmondani a címét, mert nem akarok mondjuk hirdetést csinálni, de erről a 4%-os 4% dologról, univerzum a címe, hadd áruljam el, mert én nagyon szeretem ezt a könyvet, igen. És... Na, tehát a következőt írjam. Azt mondja, 2010 elején megérkeztek, nem tudom milyen űrszonda, 7 év alatt gyűjtött adatai. És a világegyetemünket meghatározó számok eddigi legpontosabb értékei. Az univerzum ezek szerint 13,75 milliárd éves, benne a Hubble állandó értéke 70,4, állapotegyenlete 0,98, tehát a hibahatáron belül mínusz 1. A világegyetem sík, benne a sötét energia hányada 72,8%, a sötét anyagé 22,7, a bariónikus anyagé, amiben mi is vagyunk 4,5%. Ezek a számok, írja a könyv, rendkívüli precizitással megadják feneketlen tudatlanságunk pontos mértékét. Ezek elképesztő eredmények. Egyébként megjegyzem, hogy azóta ezt a VMAP űrszondának az adataira alapozta a könyv, azóta az Európai űrügynökség fellőtte a Planck szondát, ami még pontosabban tudta kimérni a mikrohullámú háttér, mindezt a mikrohullámú háttérsugárzásból vetették le. Tehát az egész világegyetem keletkezésére vonatkozólag elméleteket állítottak fel, ezeknek az elméleteknek különböző jóslatai voltak arra vonatkozólag, hogy kell kinézni a mikrohullámú háttérsugárzásnak, ugye nem csak a hőfokára vagyunk kíváncsiak,
hanem arra, hogy milyen eltéréseket találunk a háttérsugárzásban, mert nem teljesen egyenletes, mert egy százezred eltérés létezik a háttérsugárzásban. Aztán, hogy ezek az eltérések, ezek mekkora foltokat alkotnak, ezek körülbelül, hogyha megpróbáljuk őket felbontani, akkor az egész olyan, mint hogyha egy azért ez reményt kelt, legalább már foltokat találtunk. Igen, ez nagyon érdekes, és ez olyan, mint hogyha egy hang egy rezonátorban a hanghullámokat megpróbálnánk részeire bontani, és akkor megtaláljuk, hogy mik azok a hanghullámok, amik ezt a hangot alapvetően kiadják. Hogy ez mennyire stimmel az elmélettel, azt abból vezették le ezeket a fantasztikus számokat, és bízhatunk abban, hogy ezek szóval sokáig igazak is vannak. Tanuljuk meg Saul Perlmutter nevét, mert a kopernikánus világrend úgy néz ki, hogy recseg ropog, és valami újat fogunk. Egy egészen új világra ébredtünk, így van. Rigó és számmatematikussal beszélgettem. Nagyon szépen köszönöm, hogy nem állítom, hogy megértettem, amit mondtam, de amit tetszett mondani, de nagyon élveztem. Köszönöm szépen. Köszönöm Burger Lajosnak, hogy segített elkészíteni a műsort. Önöknek pedig köszönöm kitartó figyelmüket. Viszontlátásra.